Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok velem. Most egy kicsit más jellegű videót fogok nektek mutatni, ugyanis vásárolni megyünk, nem is akárhogy. Az Európai Hulladék Csökkentési Hét keretén belül szerveztem kettő programot, aminek az első lépcsője egy közös vásárlás. Méghozzá egy olyan közös vásárlás, ahol a Zero Waste életmód után érdeklődőknek megmutatom, hogy hogy vásárolok én itt helyben, ebben a kisvárosban, Gödöllön, milyen beszerzési forrásokat szoktam használni, miket tudok megvásárolni csomagolás nélkül. Gödöllön ugyanis nincsen csomagolásmentes bolt. Tulajdonképpen pár élelmiszer, pár dolog kivételével mindent meg tudunk venni itt Gödöllön, és ezt meg is fogom nektek mutatni. A videóban végigkövethetitek, hogy merre jártunk ezzel a kis 10 fős csapattal, akik jelentkeztek erre a programra. Természetesen bevásárló listám van, a telefonomban készülök különböző csomagolóeszközökkel, dobozzal, különféle zsákokkal és szatyrokkal, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy hulladék nélkül, csomagolás nélkül tudjunk vásárolni. Az Európai Hulladék Csökkentési Hét egy olyan nemzetközi esemény, egy esemény sorozat, ami egy héten keresztül tart, ahova bárki, akár magánszemély, akár intézmény, akár bármilyen szervezet becsatlakozhat, és tulajdonképpen a célja az, hogy felhívjuk az érdeklődők, a programhoz csatlakozóknak a figyelmét arra, hogy hulladék csökkentésnek milyen fontos szerepe van. Ehhez az én kampányom úgy csatlakozik, hogy a hulladék, illetve csomagolás nélküli vásárlást fogom megmutatni nektek egy olyan helyen, ahol nincsen csomagolásmentes bolt. Remélem, hogy ti is kedvet kaptok, hogyha szeretnétek a következő videót is megnézni, amely egy kicsit más jellegű lesz, de még mindig az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozik, akkor ne maradjatok, lekövessétek, jelöljétek be a harangot, hogy mindig megkapjátok az értesítést az új videóimról. Instagramon is természetesen követhettek, mindenhol háztartásom hulladék nélkül néven találtok meg. Úgyhogy vágjunk bele, kezdjünk neki a vásárlásnak! Sziasztok! Megérkeztünk. Nagyon klassz volt, nagyon jól éreztük magunkat. Megvettünk mindent, amire szükségünk volt. Úgyhogy remélem, hogy sokat tanultak azok, akik még nem vásároltak így módon, és látták azt, hogy nem nehéz, nem bonyolult. Egy pici talpraesettség talán szükséges hozzá, hiszen bátorságot kell vennünk ahhoz, hogy megkérdezzük az üzletben, hogy vásárolhatunk-e a saját csomagolásunkban. Ha tetszett a videó, akkor csatlakozzatok a következő videóhoz is, ne maradjatok le róla, és én izgatottan várom a következő programot. Sziasztok!